van benne, egy ilyen cicás, és kaptam hozzá külön fiecet, meg kaptam hozzá egy tolltartót, ilyet, zsírkrétákkal. A tanévkezdésre kapott csomagját mutatja Panna, aki idén kezdte meg tanulmányait a Baka István általános iskolában. Szekszárdon már hosszú évek óta hagyomány, hogy az önkormányzat ajándékkal köszönti az első osztályos gyerekeket. A megyei jogú városban közel 300 kisdiák ült először iskolapadba. A csomag egy uzonnás táskából áll, egy kötényből és egy tolltartóból, Szekszárd logóval ellátva, amivel azt szeretnénk, hogy jobban kötődnének a városhoz a kisdiákok. Ez egy csapka, dehogy. Mi ez? Szerintetek ez egy tolltartó. Képzeljétek el a tolltartót, és nézzétek a tolltartónak a hátulját, azon is mi van. Ez is mit lehet szerintetek? Színezők. Gyurkovics János elmondta, hogy mindig igyekeznek a gyerekek számára hasznos, készségfejlesztő csomagokat összeállítani. Úgy láttam, hogy örömmel fogadtak bennünket, hát gyakorlatilag jó érzéssel hoztuk, és azt tapasztaltuk a diákok és a pedagógusok részéről, hogy ezt viszonozták nekünk. Az alpolgármester hozzátette, abban bíznak, hogy az idei tanévben már nem szól közbe a koronavírus járvány, hiszen az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a diákok az iskola falain belül tudnak megfelelő minőségű oktatásban részesülni.